Mindig is szerepelni szerettem volna a filmben. Két mondatot adott nekem, és ez a... Szép volna, brother got ill. Try to snatch a fat cable. I step back like it wasn't no thing. Nyugszik, fekszik! Ne aludjatok! Ülj előre! Kovács! Csönd legyen! Ülj legyen! Látom, nagyon tudjátok a leckét. Ülj már el oda! Megbuksz! Megcicuka! Kultúrátlan szórakozzál! Soha nem ismertem olyan embert, aki ennyit szeretett volna magának ártani, mint te. Csend vagy, röntgóga! Üljél el onnan! Nyugodtan fáradj az első papban. Lányok! Vigyázzban ülsz! Fekszik! Ez egy állatke! Te most komolyan levegőt mertél venni, fiam? Ez itt nem mehet tovább, gyerekek! És mit akarsz szedni? Jobb belátásra kéne téríteni őket. Én valamiféle robbanó anyagra gondoltam. Én is inkább az atombombára szavaznék. Esélytelen gyerekek, csak a nyers erőszak segít. Vagy miért ne beindomítanánk őket, mint a kutyákat? Akkor mondom, mi a terv. Készítünk egy bombát, és amikor reggel nem figyel senki... Halló? Szia Sanyi, Penny vagyok. Megtaláltam a megoldást a tanár problémákra. Na hallgatlak. Dimenziókapu. Dimenziókapu? De hagyd előve a ver. Komolyan mondom, nyitok egy kaput, te átmész, megkeresed a Martino nevű jó tündért, és ő majd mindent jóvá varázsol. Ez így elég egyszerű hangzik. Komolyan mondom. Hát haver, ha te nyitsz egy kaput, én átmegyek rajta. Holnap meglátod. Szóval azt mondod, hogy belemászok ebbe az izébe, és már ott is vagyok. Igen, de előbb rágolvasok egy igét a sötét titkok könyvéből. Aha. Nem vállalom. Gondolj a történelem órákra. Akkor vállalom. Aj, Istenem, hogy vettél engem erre rá? Hogy a tökölbe találtad ezt ki? Érdekes. De ne feledd, csak 24 órád van. Die Blume ist auf dem Tisch. Es macht ganz einfach Spaß. Lichtern, spritzen. Und die Tür macht auf. Hol vagyok? Fazek! Mi vagyok én? Szellemírtó? Jézus!
micsoda népség ezt a úristen. Én ezt te zúgám, gyere ide! Halló, bátyám! Gyere, szálljál föl! Egy kicsit el... Kérsz egy kis pálinkát? Köszönöm! Se tűse alkohol! Aztán mi útban vagy errefelé? Egy Martin nevű jó tündét keresek, nem tudja, hogy merre van! Ó, fiam, támpontod? Hát hogy ne tudnék? Borulunk ki, bátyám, borulunk kifelé! Segítség, haver! Segíts! Istenem, mi ez már megint? Segíts már kiutni innen! Hova kerültem? Istenem, hova kerültem? Jézus úristen! Segíts már, beszélj, ilyenben! Baromire nehéz vagy! Tudom, te sok! Köszönöm, testvér! Nincs mit, hát te miféle jószág vagy? Üzd egy kicsit! Erre rá kell gyújtani! Na, mesélj! És ekkor hosszasan elbeszélgettem a Martino nevű jó tündérrel, és megkértem, tegye jóvá a világomat. Ő pedig egy dobossörért cserébe készségesen rendelkezésemre állt, ám ekkor tudtam meg, hogy az ő világában található egyetlen dobossört gonosz erők őrzik, akikkel a siker érdekében meg kell, hogy küzdjek. Mielőtt nekivágtam volna a nehéz útnak, Martino kobold megajándékozott. Valamit azért adok, hogy láss ki, hogy dolgozok. Itt ez furia. A furuja, de nem sima furuja. Csak belefújsz, és már ott is termek, hogy segítsek utazásodban. Ó, első osztályú. Hát rakd el, és menj. Erre kell tovább menned. Nyugi van, haver! Bőd van! Én lenni a kapuőzlét? Itt nem menni el. Csak a fideli sok-sok víz. Jaj, nézzél már rám, nincs egy forintom se. Akkor válaszolni egy találós kérdés. Mondjad! Mi az? Négy kereke van, emberek ülnek benne, és nem autó. Nem tudom, haver. De! Autó! De gyere közelebb! Öngyilkos! Ugyan már, haver! Meg akarok halni! Nyugi van, haver, mondd meg inkább, hogy merre járok. Hol a vonat? Mikor jön a vonat? Ennyire csak nem rossz a helyzet. Egy köcsög drogos vagyok. Ugyan már, haver, semmi szükség erre. De igen! Nem, dehogy is. Lehet igazad van. Néha túlzásokba esem. Nem tudod véletlenül, hogy hol találom a sört. Dehogy nem tudom, és amiért megmentettél, el is viszlek oda. Oho. Oho. Ez a rózsaszín a te kocsit, haver. Metáleper! Messzire jutottál, idegen, de itt nem jutsz át. Azt, hogy meglátjuk!
Hazudsz, te imperialista kutya! Mondd meg, hogy ki küldött. Mondtam már, hogy nem küldött senki. Magamtól jöttem. Hazudsz! Tudom, hogy az amerikaiak küldtek. Menjetek ki! Négy szem közt akarok beszélni vele. És ekkor szárstábornok elmondta, hogy titkos küldetésben van. Magasabb erők küldték ide, hogy segítsen nekem megtalálni a sört. Na mi van, haver? Épp egy orbitális nagy grupi szexpartiba voltam, érted? Még lekezelni sem volt időm magamat. Milyen sürgős. Itt van kobold, amit kívántál. Teljesíts el a kívánságodat. Üldözök a szavamhoz, barátom. Amit megígértem, meg is kapod. A világod mostantól megjavul. Köszönöm jó szívűséget, kicsi kobold. Itt tenni időt eljárt, barátom. Most már vissza kell tenni az a saját világodba. De egyet ne felejt. Kamera jó. A profi operatőr segítsége megkönnyíti a munkát. A stúdióban vágott anyag otthon reprodukálhatatlan. De a saját munkád gyümölcsét viszont látni a vászlon felbecsülhetetlen.